keresni az MSZP a nyugdíj emelést. Kórózs Lajos a vendégünk a témában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem olyan régen beszélgettünk itt ennél az asztalnál arról, hogy megváltoztatta a Fidesz a nyugdíjszámítás módszerét, és a régi indexálás értelmében a gazdaság teljesítménye, a bérek emelkedése is húzta volna a nyugdíjakat, és ők ezt csak az inflációhoz kötötték, és ön ezt rettenetesen helytelennek tartja. Most azóta bejelentette a Fidesz, hogy elmozdul abba az irányba, amit egyébként ön is számon kért rajtuk, és lesz egyrészt egy inflációt meghaladó emelés, 1,6%-os, ráadásul kapnak karácsonyi ajándékként 10 ezer forintot és Erzsébet utalványban a nyugdíjasok, egységesen mindenki. Én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok ennél többet érdemelnek, már mint megbecsülést, hogy komolyan vegyék őket, vagy komolyan vegyék azokat a szakmai szervezeteket, civil szervezeteket, akik az érdekvédelemmel foglalkoznak. Senkinek nem kérték ki a véleményét, ugyanis az a testület, amelyre hivatkozott Orbán a múlt héten, az, ne haragudjon, én azt nem tudom komolyan venni. A nagy országos lefedettségű szervezetek képviselői nem ülnek bent ebbe a idősek tanácsába. De miről kellett volna kikérni a véleményt? Például kérnek-e a nyugdíjasok plusz juttatást? Persze kérnek. A kormány meg úgy döntött, hogy ennyit tud adni. Például kikérhették volna a véleményüket arról, hogy mi legyen a nyugdíjemelés technikája, mi legyen az a módszertan, amely számukra is elfogadható. Tehát, hogy például ugyanennyi pénzt el lehetne költeni másképpen? Nem csak másképpen, hanem ugye több pénzre lenne szükség, és más módszertannal lényegesen jobban jártak volna a kis nyugdíjasok, az alacsony nyugdíjra rendelkező emberek. Egyfajta progresszív rendszerre gondolom. Egy olyan progresszív rendszerre, most ne haragudjon, én miért? Nem is találok igazán szavakat, tehát most mondja meg nekem, hogy miért kell minden nyugdíjasnak 10 000 forintos egyszeri vásárlási utalványt adni, amit mondjuk karácsony másnapján vagy harmadnapján el fognak költeni, és akkor mi lesz február 1-én, meg mi lesz március 1-én, mert hogy ezek nem épülnek be a nyugdíjba. Megmondom, hogy miért, mert Orbán Viktor elválaszolt az ön most feltett kérdésére. Előre azt mondta, hogy egy karácsonyi gesztusnál nem akartak vitát nyitni arról, hogy ki kap többet és ki kap kevesebbet, ezért méltányos az a javaslat, hogy minden nyugdíjas kapjon 10 000 forintos utalványt, és ezt az idősek tanácsának a javaslatára mondják. Hát én ezt az idősek tanácsát nem tudom komolyan venni, ott fideszes aktivisták ülnek bent egyébként. Csak azt szeretném mondani önnek, engem fölhívott tegnap este egy nyugdíjas, aki azt mondta, hogy őt megalázta Orbán Viktor azzal, hogy neki és a feleségének 10 000 forintos Erzsébet utalványt küld. Tudom, hogy nagyon sok kis nyugdíjasnak ez is borzasztóan fontos, én ezt nem becsülöm le. És ő azt kérte tőlem, hogy adjak neki tanácsot abban, hogy kinek tudnám fölajánlani ezt az Erzsébet utalványt. Én azt mondtam, hogy küldj el a hajléktalan gyerekek óvodájába. Tehát aki őt felhívta, az úgy érzi, hogy ő azért volt ezzel megalázva, mert az ő nyugdíja elég magas ahhoz, hogy 10 000 forinttal már ne érjen sokkal. Mondja meg nekem, hogy miért kell Harag Péternek, vagy Pintér Sándornak, vagy Balsai Istvánnak a milliós fizetésük mellé még 10 000 forintos Erzsébet utalványt adni, csupán csak azért, mert ők nyugdíjasok. És fölveszik a nyugdíjukat, fölveszik a miniszteri fizetésüket, fölveszik a frakcióvezetői vagy a alkotmánybírói fizetésüket. Akkor hogy lehetne ezt ön szerint jól meghatározni? Ki az, aki kapjon, és mennyit kapjon, és ki az, aki nem kapjon? Témánál vagyunk. Na, ezt az Erzsébet utalványt el kellett volna felejteni, tárgyalni kellett volna a nyugdíjas szervezetek vezetőivel, és ők elmondták volna, hogy kérem szépen, itt két probléma van. Nem csak az a módszer, ahogy ők az infláció követéssel ilyen csapdahelyzetet teremtettek, hogy a bérektől radikálisan le fognak szakadni a nyugdíjak, hiszen a múlt évben 5,2%-os nettó bérnövekedés volt, és erre beállítottak 0,9%-os megalázó, ilyen mikroszkóppal látható nyugdíjemelést. Na most kérem szépen, Orbán érzékelte, hogy itt valami baj van, és előjött egy ötlettel, mert ez nem több ennél, hogy legyen akkor 1,6. Miért is lett az 1,6? Azért, mert a Nemzeti Bank az elemzésében azt prognosztizálta, hogy 2,3%-os infláció lesz jövőre a 0,9-el szemben, amivel elfogadták a költségvetést. Most kérem szépen, az 1,6 az ugyanolyan rossz, mint a 0,9, mert egyéb iránt, és törvénytelen is, mert hogy
a 0,9-el van elfogadott költségvetési törvény, és az szabályozza a jövő évi nyugdíjemelést. Az 1,6 sehogy se jön ki, mert hogyha a prognózis 2,3, akkor 2,3-mal kellett volna emelni a nyugdíjat. De itt most nem a prognózisról van szó, mert prognózis dolgában ilyenkor az az eljárás, hogyha végül bebizonyosodik, amikor már eltelt ez az idő, és tényeket látunk, és nem csak jövendüléseket, hogy tényleg magasabb volt az infláció, akkor utólag ezt korrigálják, és a nyugdíjasok megkapják ezt a pénzt. Elvileg, ahogy ön mondta, az elfogadott költségvetés egy korábbi prognózis alapján nem így néz ki. Ez most egy plusz gesztus. Ha úgy vesszük, a kormány azt mondja, hogy ennyivel többet biztos tudnak adni, ezt odaadják most. De a törvények nem ezt írják elő. Hát törvényeket nem lehet megváltoztatni? Meg lehet változtatni, de nincs az országgyűlés előtt ilyen törvényi javaslat. Nincs ilyen javaslat a parlament előtt. Egy betűt nem hoztak az országgyűlés elé. Egyetlen egy betűt, egyetlen egy számot. Egyetlen egy képviselői indítvány, vagy a kormány kezdeményezésére benyújtott tárcajavaslat nincs. Tehát az 1,6-ról sincs semmi. Tehát akkor ön azt feltételezi, hogy meg fogják kapni a nyugdíjasok ezt a pénzt, de úgy, hogy ez közben törvénytelen lesz? Vagy azt feltételezi, hogy most van egy grandiózus bejelentés, és majd utólag lepapírozzák? Tehát azért láttuk, hogy milyen sok idő kellene a parlamentnek ahhoz, hogy valamit elfogadjon, majd meg lesz az a módosítás, átmegy az országgyűlésen egy-két nap alatt. Ne haragudjon, egy országot így nem lehet irányítani. Hát ez tényleg a anulálása, a lenézése mindenféle fórumnak, mindenféle testületnek, mindenféle etikai szabálynak. Hát ne haragudjon, a nyugdíjat, a nyugdíjasok azt az aktív korukban megvásárolják. Ez nem könyöradomány. Ez nem azon múlik, hogy Orbán Viktor főúri kegyet gyakorol, és azt mondja, hogy jaj, hát kedves kis nyugdíjasok, megsimogatom a bugrist, na de a és akkor nem 0,9, hanem 1,6. Nyugdíjat meg is kapják a nyugdíjasok, itt most többet kaptak. Ki fogja kikérni magának, hogy nem kér. A törvény szerinti nyugdíj 0,9. Igen. A törvény szerinti 0,9. Ha törvényességet vesszük alapul, akkor itt még januárban még mindig 0,9-el kell kiszámolni a nyugdíjakat. Nem akarok sokat rúgózni ezen, de mégiscsak azt gondolom, hogy ennek az egésznek nem úgy kéne történnie, hogy mit álmodott éppen pénteken reggel a Kossuth Rádióba való bemenet előtt a miniszterelnök. Ennek nem így kell működnie. Ennek be kellett volna hozni, vagy létre kellett volna hozni, vagy működtetni kellett volna azt a kvázi érdekegyeztető tanácsot, amelyet úgy hívtak, hogy idősügyi tanács, amelyben a legnagyobb nyugdíjszervezetek delegálják magukat. 1-2. Azért ne haragudjon, itt a múltkor is erről is beszéltünk. Hát a Magyarországon irdatlan magas nyugdíjak vannak az orbáni politika hatására, és a nyugdíjasok joggal háborognak, hogy miközben 175 forintra jön ki egy szülői nyugdíj átlagos emelése, hangsúlyozom, az 1,6-tal is 170, vagy 275 forintra, a másik oldalon meg lesz olyan ember, akinek 70 ezer forint lesz a nyugdíj emelése azért, mert a járulékplafont eltörölték, és erről nem lehet értelmes vitát folytatni. Azok a szervezetek, akik erre felhívhatták volna a figyelmét a miniszterelnöknek, hogy ne haragudjon, ez mégiscsak maga a fertő, hogy itt ma már sok millió forintos nyugdíjak vannak. Azért, amikor a járulékplafon eltörléséről beszélünk, akkor ugye arról beszélünk, hogy a befizetés plafonját törölték el. Tehát aki most sok millió forintos egyébként nincsen, de aki mondjuk milliós forint nagyságrendű nyugdíjat húz, nincs sok ilyen ember az országban, de van néhány, az azért kapja ezt, mert ennyivel többet is fizetett még aktív korában. És ez mondjuk lehet, hogy nem is most jellemző, hanem a következő években lesz majd inkább az, amikor már eltelt idő a járulékplafon. Én egyébként is kétségbe vonom, hogy ennyit fizetette, mert hogy 3 év óta tudja fizetni ezt a magas járulékot. Ezért mondom, hogy ez nyilván nem ma igazán kérdés. Igen, de az mégiscsak kérdés, hogy az előbb említettem, hogy mivel a nettó bérek milyen mértékben növekedtek, és ehhez képest milyen megalázóan alacsony a nyugdíj emelés mértéke, még az 1,6-tal is. Ehhez képest a nyugdíjak és a nyugdíjak között is borzasztó nagy jövedelmi különbségek lesznek, és ezek feszültségeket generáloznak a nyugdíjasok társadalmában. És de miért okoz nagyobb feszültséget a nyugdíjasok társadalmában a nyugdíjak közötti különbség, amikor aktív korukban ugyanezeknek az embereknek a bérük között is volt óriási különbség, és aki annyival nagyobb nyugdíjat visz haza, az annyival nagyobb bér után fizette a nyugdíjjárulékot. Nem voltak ekkora különbségek. A járulék plafont az én értékrendem szerint úgy kéne meghúzni, hogy az átlag nyugdíj 2,5-3 szorosánál senki ne fizethessen többet. Én nem azt vitatom, hogy egy bankár nem kereshet többet,
bár egyébként ezt sem nagyon értem, hogy miért keresnek borzasztó sokat, vagy egy feltaláló, vagy egy olyan gazdasági társaságnál dolgozó mérnök, akinek a tudását meg akarják fizetni, de azt igenis gondolom, hogy a járulékplafon azért volt igazságosabb a jelenlegi eltörölt helyzetnél, mert nem tette lehetővé, hogy később irdatlan nagy nyugdíjakat kelljen a közös kasszából kifizetni. De ugyanebben a közös kasszába került bele, ugye menet közben finanszírozzuk a nyugdíjrendszert, a mai befizetésekből. Tehát ebbe a közös kasszába kerül bele ma, és gondolom ezért törölték el a járulékplafon, mert szükség van a pénzre, az a nagyobb befizetés is. Igen, csak hogy azt elfelejtette Orbán úr, vagy az a csapat, aki neki ebben tanácsot ad, hogy azt értjük, hogy most több járulékot szed be azért, mert eltörli a járulékplafont, és az egy járulékbevételi többletet jelent a kvázi nyugdíjkasszába, egyébként már nincs nyugdíjkassa, de ez később meg járadékkifizetési többletet fog igényelni ugyanettől a kasszától, és azért ilyen nyomorultul alacsonyak a nyugdíjak több tízezer, több százezer embernél, mert a másik oldalon meg a milliós nyugdíjakat ki kell fizetni, vagy a mindenkori átlag nyugdíj háromszorosánál nagyobb nyugdíjakat ki kell fizetni. És én ezt igazságtalannak tartom. Hát mondjuk a nyugdíjkassza recseget ropogott még a járulékplafon eltörlése előtt is, és nem azért rosszak a kis nyugdíjak, mert valakinek sokat fizetnek, hanem azért, mert az egész nyugdíjrendszer bajban van, amiről beszélhetnénk nagyon sokat, hogy hány oka van ennek, és sokkal felkészültebb tudom ezen a területen, mint én. De beszéljünk egy pillanatra akkor a férfi 40-ről, vagy ahogy önök szeretik mondani, a férfi 41-ről, mert ahhoz képest, hogy mennyire nehezen finanszírozható a rendszer, úgy tűnik, hogy ez a javaslat, amit a Jobbik és az MSZP is támogat egyébként, ez egy újabb lyukat üthetne a nyugdíjkassza amúgy is nem túl erőteljes falán, hiszen ebből is nagyon komoly kifizetések lennének. De ne haragudjon, ez nem igaz. Hogy az ügy hogy került ide, arról regényt lehetne egyébként írni, mert senkinek nem jutott volna ez eszébe, hogyha nem törlik el a korhatár alatti nyugdíjakat rapid módon és mindenféle átmenet nélkül Orbánék 2012 óta. Több mint, jóval több mint 40 év ledolgozott idővel, jogosultsági idővel, szolgálati idővel nem tudnak emberek nyugdíjba menni a korhatár betöltése előtt. Merev a rendszer, ezt Orbánék csinálták. Ez föl se vetődne. Egy-kettő. A szociális hozzájárulási adó, mert egyébként már így hívják, szochónak, ugye rövidítjük, az, ami egyébként régebben társadalombiztosítási járulék volt, hát irdatlan többleteket szednek be belőle. Hát több száz milliárd forinttal több bevétele származott a költségvetésnek azzal, hogy egyrésztről meg is emelték a szociális hozzájárulási adót, és most Orbánék nem akarnak ennek a több száz milliárd forint többletbevételnek a töredékét odaadni azoknak a férfiaknak, akik a munkájuk révén megrokkannak, elhasználódnak, több műszakban dolgoznak, eltörölték a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjat, azoktól az emberektől veszik el, akik az egészségüket áldozzák. Ezzel a politikával, amit az Orbán képvisel, én ahol csak lehet megyek szembe. És ezek közé tartozik ez a kezdeményezés is. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm.